Már elkezdődtek a bontási és a felújítási munkálatok a Tófürdő területén. A látogatók igényeit jobban kiszolgáló, modernebb és kényelmesebb környezet várja nyártól az ide látogatókat. A főbejárat teljesen átalakul, akadálymentessé válik, és a több mint 30 éves csúszdával sem találkozhatunk már többet. Január 7-én adtuk át a munkaterületet a vállalkozónak, a Nyíregyházi Tópfürdő fejlesztése című projekt, amely egy a városi tópforrásból valósul meg, egy 220 millió forint értékű beruházásról van szó. Lényegében az egész beléptetőrendszerünk megújul, a közlekedési kapcsolatok, öntözőrendszert kap a fürdőnek a zöld felülete, a medencét az csak a zuhanyzókat érinti, ugyanakkor új csúszdát fog kapni majd a régi 86-ban épült csúszda már elbontásra kerül. Egy családi csúszda épül fel ugyanannak a helyén. A vizes blokkok elhelyezkedése eddig nem volt praktikus, a tervek szerint ezek teljesen megújulnak és egyszerűbben megközelíthetővé is válnak. Öltözőkabinokat, öltözőszekrényeket és válfás öltözőket alakítanak ki. A napozást kedvelők számára pedig egy nagy téget építenek. Lesz a központban a tó közepén a régi nagy 50 négyzetméteres stég is visszaállításra kerül. Természetesen a öltöző rendszernek az átalakítása nagy problémát okozott az, hogy korábban a női és a férfi vici teljesen egymástól távol volt, most egy központi vizes blokk és öltöző épül ki, úgyhogy ezek azok a fő elemek, amelyek a beruházást jelentik, illetve nyilvánvalóan a fa felületek, hiszen ez egy műemlék jellegű épületről van szó, ezeknek a védelme történik meg a beruházás keretébe. Terveink szerint június közepén szokott rendszerint meg fog nyitni a tófürdő. Az elmúlt években is ugye nem egy fix időpontban, hanem mindig a tónak a hőfoka határozza meg, hogy mikor nyitjuk ki. A munkák még csak ugyan most kezdődtek el, de én bízom benne, hogy az ütemezést ugye látva, hogy június közepén a vendégeknek megnyithatjuk majd a fürdőt. A fejlesztések mellett nyártól térkövezett sétányok és kiszolgáló egységek is várják a kikapcsolódni vágyókat.